Sziasztok, üdvözöllek titeket! A mai rész egy ilyen helyzetjelentő lesz, hogy hogy is állunk a mi kis Subaru Imprezánkkal. Ez lesz a fő téma. Ha érdekel a dolog, tartsatok velem! No, hát így nézünk most ki, így azt hiszem, hogy ez lesz most azt hiszem a negyedik rész. Így nézünk ki most az Imprezával, ez lenne így a motortér. Itt látjátok, nincs benne a motor, az még itt hever, az itt van, azt még meg kell csinálni. A motortért már úgy nagyjából olyan 65%-ba meg vagyunk vele. Itt helyezkedett el ugye a légszűrőház, az itt nem lesz már. Azt onnan, azt a részt ott azt lepucoltuk, mivel elég nagy por van Nyirádon. Kecelen nem tudom mekkora por van, mert a tavaly októberi versenyen nem volt olyan vészesen nagy por. De a csapat úgy döntött, hogy ebben az autóban is az utastérből fogjuk a motort levegőztetni, tehát onnan fogja szívni az utastérből a levegőt. Itt helyezkedett el az ABS kocka, azt kikötöttük. A lényeg az, hogyha építetek egy versenyautót, és ilyen hülyeségre szánjátok az időtöket, energiátokat, meg a pénzeteket, akkor mindenképpen először üljetek le, és gondoljátok végig, hogy milyen autóval indultok. Most a túl komplikált autó, aminek a motortere túl komplikált, az én véleményem szerint nem annyira kifizetődő, mert egy 24 órás verseny az nem egy sprint verseny, hogy futtok egy 8-10 perces etapot, utána van egy fél óra, egy óra szerelési idő, hanem itt ugye 24 órán keresztül kell az autót életben tartani a versenypályán, vagy kint tartani a versenypályán, és ha bent van az autó a boxba, akkor nagyon sok időt veszítettek vele. Ezért le kell egyszerűsíteni a motorteret is, a futóművet is, minden egyéb olyan dolgot, amit ugye esetleg a verseny ideje alatt szerelni kell. Ezáltal ugye nekünk az ABS-t amúgy sem használjuk versenyautóba. A kábelköteget is leegyszerűsítettük, itt látjátok, itt megvan egy kicsit, meg lett bontva, vissza lett építve, kikötöttük az ABS-t, az érzékelőket, a kábeleket, a légzsák kábeleket kihúztuk mindenhonnan, hogy minél egyszerűbb legyen az autót javítani, ha esetleg van vele bármi gond, akkor könnyedén tudjatok mindenhez hozzáférni. Minél egyszerűbb a motortér, annál egyszerűbben tudtok hibát feltárni, megtalálni esetleg, stb. Itt az eleje az úgy így néz neki a motorterünk, de majd ugye nyilván visszakerül a motor, majd erről is jönnek majd folyamatosan az infók. Hát így néz ki most a belseje, itt is elő kell készíteni az autónak a belsejét a bukócsőhöz. Minden egyéb olyan dolgot ki kell belőle pakolni, amit a versenyen nem használunk. Értem én itt ez alatt a légzsákkábeltől kezdve a hátsó ülésen át ezeket a kátrányos zajszigetelőket. Most egyébként itt nincsen olyan nagy rend, de úgy nagyjából kezd a fejünkbe körvonalazódni, meg majd lassan, ugye majd jön a bukócső, arról is készül majd egy videó, hogy hogyan kell, mi alapján elkészíteni egy bukócsövezéshez egy autót, és utána bebukócsövezni. Hát egy Subaru Impreza, ez az autó, ez egy jó alap, ez egy jó alap arra, hogy az autó versenyzésbe belekóstoljon az ember. Eléggé egyszerű technika, tehát futóműileg, motorilag, váltóilag elég strapabíró kis jármű. A belseje az most így néz ki, és
jönni így egy kis száraz munka, ami nem biztos, hogy kell a YouTube-ra, meg nem biztos, hogy levideóznám minden egyes mozdulatot. Inkább majd csinálok így lépésről lépésre egy-két fényképet, és akkor majd ezt feltöltöm, aztán talán odaírok alá valami kis szöveget. Ez ilyen, hát hogy is mondjam, ez egy ilyen unalmas, száraz meló, ezeket hőlégfúvóval, ezeket a kártyánypapírok, vagy a kártyány elemeket így hőlégfúvóval, meg spaklival fölszedni, utána kinitrózni, ez nem egy jó munka, de hát meg kell csinálni, mert ezzel is nyerünk kilót. Sok-sok kilogrammot. Majd, hogyha az autó elkészül, akkor megmérjük négy keréken, hogy hány kilogramm lesz. Az autónak a hivatalos, tehát ami a forgalmiban szerepel, tömeg 1200 kg. Ha 1100-on vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy már nyertünk. Tehát szárazon, négy keréken, bukócsővel, üléssel, poroltóval, versenykész állapotban, üres tankkal megnézzük, hogy hány kilogramm lesz a kocsi. Valahol ott fogunk majd bejönni a műszerfal alatt a levegőcsővel, és akkor terveink szerint, mivel bal oldalt van a vezető, tehát ott van a kormány, ott fogunk ülni. Ide jobb oldalra, itt az autónak ez a része, illetve a hátulja eléggé üres, hogy kicsit súly balanszírozzuk, ezért jobb oldalra be fogunk pakolni ide. Ugye jobb oldalt kell a poroltónak lennie, és itt jobb oldalt lesz majd egy poroltó, ezen az oldalt fog elhelyezkedni az akkumulátor, illetőleg behozzuk az utastérbe a levegőszűrőházat is, meg az ablakmosótartályt is, azért, hogy valamilyen szinten ki tudjuk balanszírozni az autót. Tehát értem azt, hogy a pilóta melletti jobb oldalt is legyen valami súly, és akkor nem csak egy oldalt van súly, hanem a másik oldalt is, és így akkor az autónak a mozgása szerintünk jobb lesz. Tehát úgy gondolt a csapat, hogy akkor ezt így megpróbáljuk abszolválni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát itt meg a csomagtartóba itt még rendetlenség van, hát így néz ki körülbelül, tehát elkezdett kikapargatni hőlégfúvóval, majd nitróval, és akkor szépen ezek a kátrányok, ezek minden innen el fognak tűnni, és akkor ugyanilyen fémtiszta lesz az egész autó belülről. Többek között azért is kell ezt a munkát elvégezni, mert ha bukócsőnek ide lejön a talpa, akkor ugye itt a karosszériás nem fog tudni hegeszteni. Tehát erre az anyagra nem fog tudni hegeszteni a karosszériás, egy talpat, úgymond egy lábat ugye a bukócsőnek az aljához, illetőleg esztétikailag is sokkal szebb lesz az autó, hogyha nincsen benne ez a sok kátrány lapocska. Ja, hát ez így körülbelül így ennyi, ez így néz ki, aztán majd szépen alakul tovább. Na nézzük meg alulról. Körülbelül így néz ki egy szóró első futómű, ami nem egy komplikált valami. Ez az első kerékárat, most nyilván itt van egy kis zsuva, meg sár, meg ez nem így fog kinézni. Itt kap majd egy első, komplett első lengőkart, lengőkarszilenttel, új stabilizátor, kormányösszekötő, kis kutyacsont, új gömbfej. Itt jól látható, ugye itt volt az ABS, hát az most bennmarad. Egy Subarunak így néz ki, mindegyik Subarunak így néz ki 2000-ig az első futóműje. Utána jöttek a változások, de mindegy, most nem ezt akartam, nem erről akarok beszélni. Hát itt kap egy vadonatúj első futóművet, és ahogy mondtam, a motor résznél, tehát a motortér résznél, ez nem egy komplikált valami. Tehát itt mindent gyorsan, egyszerűen, könnyedén hozzá lehet férni, könnyedén lehet csavarozni, könnyedén lehet alkatrészeket cserélni benne. Úgyhogy ez így, ez marad, ez a gyári gátló, mert ugye a szabály azt írja elő, hogy gyári vagy után gyártott, bár mondjuk ott van egy kicsi hézag, ami adhat lehetőséget egy-két dologra, de abban most nem szeretnék belemenni. Mindegy, ez marad, gyári rugó, gyári gátló, gyári fék, teljesen felesleges lenne egy fékmódosítást csinálni, mert
három verseny után az a tapasztalatunk, hogy a fék az egyáltalán nem kopik, tehát se nem a tárcsa, se nem a fékbetét. Ja, úgyhogy nekünk három verseny után futómű, a gyári kialakítása, tehát a gyári alkatrészekkel gyönyörű szépen működött. Három versenyt mentünk, kettő nyirádot és egy kecelt. A törésből kifolyólag volt karosszéria problémánk mindig. Futómű és technikai problémánk nem volt. Átsó futómű az is marad a gyári. Remélem, hogy hát itt is áll benne a dzsuva, de mindegy. Majd erről is lesz videó, hogy kap egy új hátsó futóművet. Hátul nekünk ennél az Imprezzánál dobfék van. A dobfék marad, mert, mint ahogy mondtam, az első féknél nem nagyon sokat kell használni, nem kell sokat használni a féket, illetőleg nem fogy a fék. Itt kapott egy új hátsó keresztlengőkart, illetőleg már kicseréltünk egy-két szilentet rajta, ami szar volt. Kicseréltük ezt a hosszú csavart itt, meg itt is kicseréltük. Itt is kapott egy új hátsó keresztlengőkart. Körülbelül ez így ennyi, ez a hátsó futómű. Ha Subarud van, és otthon javítgatod ezeket, vagy esetleg cseréltél már hátsó kerékcsapágyat, akkor pontosan jól tudod, hogy ennek a csavarnak, ennek a hosszú átmenő csavarnak a kiszerelése az eléggé, hát néha tud kellemetlenségeket okozni. Ezt mindig érdemes, amikor kicsit szerelitek a kocsitokat, akkor esetleg ezt a csavart picit megpucolni itt ahol beilleszkedik ide a csonkálványhoz, ezt megpucolni és mindig bezsírozni, vagy ha esetleg összeszereled az autót, mert kerékcsapágyat cseréltél rajta, vagy esetleg ezeket a szilenteket cserélted, akkor mindig érdemes kipucolni és bezsírozni, és az meg fogja hálálni magát a legközelebbi szerelésnél, nem fogsz vele akkorát szenvedni. Ja, hát körülbelül így néz neki. Itt ugye a hátsó diffi, az, mint ahogy mondtam, ez még maradt egyelőre. Ezt ki fogjuk cserélni. A hátsó differenciálmű most csak ez dolgozik, tehát most nincs alatt az első hajtás. Ezért mi úgy döntöttünk a csapat, az első versenyen májusban a gyári diffit használtuk, viszont szeptemberben a második versenyen már egy sper diffivel mentünk. Nem CO sper, nem hegesztett sper, nem valami mókolt akármi, hanem beletettük a VRX hátsó diffit. Azért is jó ez a Subaru, mert ebbe a szívó Imprezzába bele tudott tenni, tehát egy az egybe a VRX-nek a hátsó diffijét, és az már speres. Úgyhogy nem kell itt semmit mókolni, ezt kiveszed, kicsered, beteszed, a fértengely ugyanaz, a felfogatása ugyanaz, a kardán tengelye ugyanaz, nem kell semmit csinálni, kiveszed a hátsó diffit, beteszed a másikat, és kész, szalad tovább a szekér. Hogyha esetleg akarsz csinálni egy ilyen játszós autót, mint amit mi csinálunk, hóba, vagy ilyen amatőr versenyekre, és te hátsó kerék meghajtással szeretnél menni, akkor megcsinálod a váltót, illetve kicsered a hátsó diffit, és csókolom, és tudsz vele menni, és jól érezd magad. Murván elmegy keresztbe rendesen, úgyhogy jó pofa kis játékautó. Elég könnyű, úgyhogy jól is lehet irányítani. A kibufogó az majd ide jön föl, majd ezt szépen itt megcsinálja a csapat, és ja, hát körülbelül így egyelőre most így ennyi lenne ez a sztori. Köszönöm szépen, hogyha megnézted a videót, legközelebb találkozunk. Sziasztok!